Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székelyáron vagyok. Élelmiszer árstopról döntött a kormány idei első ülésén. Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be, hogy az energiaárak emelkedése miatt szerte Európában megy felfelé más termékek ára is. Ezért a kormány egy újabb intézkedéssel próbálja védeni a családokat. Februártól 6 termék árát határozzák meg. A kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8%-os tehéntej egyetlen hazai boltban sem lehet drágább, mint amennyibe tavaly október 15-én került. Úgy döntöttünk, hogy 6 termék esetében kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó étolaj, sertéscomb, csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év október 15-én állt. Ez minden üzletben meg kell, hogy történjen, és február 1-től kezdődően már ezen az áron lehet őket megvásárolni. Magyarország előre megy, nem hátra. Az emelt nyugdíjat viszik ki már a postások, az utalásokat pedig elindította az államkincstár. 5%-kal magasabb az összeg a tavainál. A kormány szerint így tudják megőrizni a nyugdíjak vásárlóértékét. Ha mégis magasabb lenne az idei infláció 5%-nál, akkor újabb kiegészítés jön majd. A januári összeg azért is érdekes, mert ennyi lesz a 13. havi nyugdíj összege is februárban. 2022 a nyugdíjasok számára is fontos év. Az időseknek is választaniuk kell, hogy haladunk-e tovább ezen az úton, és a jó gazdasági teljesítményből folyamatosan tudjuk növelni a támogatásukat, vagy engedjük-e, hogy visszatérjünk a Gyurcsány-bajnai korszakba, ahol sorozatos megszorításokkal elszegényítették a nyugdíjasokat. Mától ismét előfoglalás nélkül lehet kérni az oltást. Tegnap 50%-kal több volt az új fertőzött, mint egy héttel korábban, de egyelőre még csökken a kórházakban a betegek száma itthon. Vagyis úgy viselkedik az omikron variáns, ahogy az a nyugat-európai tapasztalatok alapján várható volt. Egyre gyorsabban terjed, de jellemzően enyhébb lefolyású betegséget okoz. A kormány újabb 400 000 koronavírus elleni vakcinával segít Gánának, ezzel 3,8 millióra emelkedik a Magyarország által adományozott oltóanyagok száma, amelynek jelentős része a kritikus helyzetben lévő Afrikába irányult, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, a világjárvány újabb hullámaival, valamint a vírus további variánsaival kell szembenézni a világban, mert sok helyen még mindig rendkívül alacsony a lakosság átoltottsága. Ez a 400 000 vakcina a holnapi nap folyamán meg is indul, és holnap utára oda is ér Gánába, hogy aztán ott is fel tudják gyorsítani az oltási kampányt. Magyarország jó helyzetben van, hiszen azon túl, hogy Magyarországon minden ember, aki kéri az oltást, megkaphatja az első, második, harmadik adagot is, még segíteni is tudunk másoknak, és ezáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy a lehető legkevesebb új variáns, új mutáns jöjjön létre. Védettségi helyett oltási igazolást vezetnek be Franciaországban. A tervezetet tegnap hagyta jóvá a szenátus, a parlament két háza pedig ma dönthet a végleges változatról. Ennek értelmében a legalább 50 főt befogadó nyilvános helyekre csak azok léphetnek majd be, akik megkapták a harmadik oltást. Az egy vagy két oltással rendelkezőknek pedig egy negatív tesztet is fel kell mutatniuk. Az oltási igazolás automatikusan megszűnne, amint 10 000 alá csökken a kórházban ápoltak száma. Jelenleg mintegy 2,5-szer ennyien szorulnak ellátásra. Egyre több amerikainak kell várnia a harmadik emlékeztető oltásra. A túlterhelt egészségügyi rendszer ugyanis már nem tudja kiszolgálni egyes tagállamokban a megnövekedett igényeket. Ezért újra nyitnak több olyan oltási központot, ahol nagy tömegek kaphatnak vakcinát. Az Egyesült Államokban jelenleg átlagosan jóval több mint 500 000 új pozitív esetet szűrnek ki naponta, többet, mint a tavalyi téli csúcs idején. Kórházi ellátása pedig már több mint 140 000-en szorulnak naponta. További részletek Lukóczki Gábortól, Los Angelesből.
A tömeges oltási helyek kulcs szerepet játszottak a vakcinák bevezetésének első hónapjaiban. Nyára viszont a legtöbb bezárt, aki ugyanis védettséget akart, addigra már rég beoltatta magát. Jelenleg minden hatodik amerikai rendelkezik két oltással, közöttük egyre nagyobb az igény a harmadik oltásra, de a túlterhelt és munkaerőhiánnyal is küzdő amerikai egészségügy a betegek ellátása mellett már nem rendelkezik kapacitással arra, hogy folytassák az oltási kampányt. Szakemberek szerint a tömeges oltóközpontok Bostonban például egy baseball stadion újranyitásával ki tudják majd elégíteni az emlékeztető oltások iránti keresletet. Közben friss felmérések szerint a még mindig oltatlan több 10 millió amerikai nagy része még a rekordgyorsasággal terjedő rendkívül fertőző Omikron variáns miatt sem kéri a védőoltást. Összesítette az Uniós Határvédelmi Ügynökség a tavalyi adatokat. Több mint 200 ezeren próbáltak illegálisan bejutni az Európai Unióba. Ez jelentős növekedés 2020-hoz és 2019-hez, tehát az utolsó járványmentes évhez képest is. Figyelemre méltó adat az is, hogy 10 felnőtt korú határsértő közül 9 férfi és csak egy nő. Zsúfolt táborokban várják a lehetőséget a fekete afrikai migránsok, hogy elinduljanak Európa felé. Líbia partjainál számos ilyen kisebb-nagyobb migránstábor van, ahol az embercsempészek várakoztatják ügyfeleiket, vagy a hatóságok viszik vissza azokat, akiket már egyszer elkaptak átkelés közben. A tengerparti városokban 7-800 ezer migráns tartózkodhat jelenleg. Pontos számot nem tudunk, de amíg a déli határőrzése nem megoldott, addig nem is fog csökkenni a számuk, mondta a migránsokkal foglalkozó líbiai civil szervezet vezetője. 2019 óta az úgynevezett közép-mediterrán útvonalon, Észak-Afrikából Olaszországba, több mint háromszorosára nőtt az átkelések száma. Ez egyrésztről az olasz kormány lazább migrációs politikájának köszönhető, másrésztről annak, hogy Észak-Afrikában is egyre problémásabb a politikai helyzet. Az unió másik olyan határszakasz, ahol az elmúlt évekhez képest drámaian nőtt a migrációs nyomás, a keleti Fehér Oroszországgal közös határ. A Nemzetközi Migrációs Szervezet ugyan megkezdte a Fehér Orosz-Litván és a Fehér Orosz-Lengyel határtérségéből a migránsok hazatelepítését, de sokan nem akarnak menni, inkább vállalják a kemény fagyokat, a rossz életkörülményeket, de még mindig reménykednek abban, hogy sikerül áttörniük az unió határán. Az uniós határőrizeti szerv, a Frontex frissen nyilvánosságra hozott összesítése szerint összességében mintegy 200 ezer illegális bevándorló érkezett 2021-ben Európába, vagyis csaknem 40%-kal többen, mint egy évvel azelőtt. A járvány idején tapasztalt visszaesésnek ezzel vége. A migrációs nyomás immár nagyobb, mint a járvány előtt volt. Fél évtized alatt fél millió embernek segített Magyarország a Hungary Helps programmal világszerte. Erről Azvej Tisztán államtitkár beszélt az M1-en. Hozzátette, a program nem csak abban segítette az üldözötteket, hogy kitartsanak szülőföldjükön, de esetenként még a migrációt is sikerült megfordítani. A polgárháború sújtott a Szíriába, mintegy 1000 elmenekült család tért vissza a magyar állam segítségével. Jártam keresztény közösségeknél, akikben talán az összes csoport közösség közül a legerősebb a szülőföldön maradásnak a vágya. Ott vannak olyanok, akik ragaszkodnak a szülőföldjükhöz akkor is, hogyha nem tudhatják azt, hogy tartósan védelmet fognak élvezni, biztonságban lesznek, és nem tudják azt, hogy miből lesz megélhetésük, munkahelyük. Ezért van nagyon nagy szükség a Hungary Helps program támogatására, és ezért összpontosítottunk az elmúlt 5 évben Irak mellett elsősorban Szíriára is. Kivonják a külföldi többségében orosz békefenntartókat Kazahsztánból, miután a múlt heti zavargások után sikerült az országban a helyzetet normalizálni, valamint visszaállítani a törvényes kereteket. Erről állapodott meg Nur-Szultánban a biztonsági szervezet főtitkára Tokajev kazah elnökkel. Csütörtöktől feloldják a szükségállapotot az ország 3 megyéjében, ezzel egy időben pedig megkezdik a békefenntartó erők hivatalos kivonását. A helyzet normalizálódását jelzi, hogy letette a hivatali esküt az ország új kormánya is. Egy Artemis istennőt ábrázoló márványszobor töredék került vissza az athéni Akropolis múzeumba. A szobor maradvány még a 19. században került Itáliába, ahonnan most visszatért hazájába. Egyelőre 4 évre, de a görögök reményei szerint örökre ott maradhat. A görög múzeum cserébe egy Pallas Athéné istennőt ábrázoló szobrot és egy amforát adott a Palermói múzeumnak. A görög kormány reméli, hogy nem ez az utolsó visszatérő műkincs, szeretnék visszakapni a Parthenon jelenleg British Múzeumban őrzött márványdíszeit.
1982 óta tárgyalnak erről sikertelenül.